Az elmúlt 50 év legrosszabb méztermését tudták megtermelni idén a méhészek, ezt a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének elnöke mondta híradónak, amikor az idei mérlegről kérdeztük. A rendkívül gyenge eredményről, ez esetben is az időjárás tehet elsősorban, a méheknek nem volt ugyanis elég lehetőségük a nektárgyűjtésre a szeles esős időben. Ennek következtében akácmézből átlagosan csupán 30%-a termett meg egy átlagos évnek. A napraforgó esetében is jelentős visszaesést könyvelhettek el a méhészek. Nagyon száraz volt a tavasz, mindenhol elültették egyszerre, és utána, amikor megjött a csapadék, hiába valamelyik korábban, vagy esetleg még a később is volt ültetve, egyszerre kijöttek a napraforgók, egyszerre virágoztak. Korábban azért a napraforgó előfordult, hogy 4-5 hétig is virágzott a különböző ültetési időknek megfelelően. Most 2 hét alatt levirágzott a napraforgó, vagyis hát ez felére csökkentette igazából a hordási lehetőség idejét. Abból is maximum egy 50%-os termésre lehet gondolni. A vaddohánynál nem a sok eső, hanem a tavaszi fagyok okoztak károkat, emiatt 30-50% közötti volt a méztermés a korábbi évekhez képest. Az agrárminiszter a napokban azonban úgy nyilatkozott, idén is lesz elég méz Magyarországon. A méztermés és a tartalékok ugyanis a mintegy 10 000 tonna körüli belső fogyasztást a gyengébb eredmények ellenére is fedezik. Hók József elmondása szerint a hazai piac nagyon árérzékeny, már pedig a közelmúltban drágulással szembesülhettek a vásárlók a boltokban. Itt is azért azt kell, hogy mondjuk, hogy azért egy 20-30%-os áremelkedésbe belementünk. Sajnos a mézünk 70-80%-a az európai piacokon jött ki, mivel hogy javítóméznek használják, vagy javarít javítóméznek, itt is azért ki kell, hogy jelentsük, hogy azért a 30%-os áremelkedés megvolt. Elméletileg elégnek kéne, hogy legyen a Magyarországon termelt méz a magyar piacnak. A szakember hozzátette, az elmúlt hetekben születtek intézkedések, hogy ne lehessen külföldről behozni mézeket, amíg a hazai el nem fogy. Azonban mégis kerül be az országba, elsősorban Ázsiából, Kínából, mindenképpen fel kell tüntetni a származási helyét. A méhészek ugyanakkor bíznak a magyar vevők tudatosságában, és a hazai terméket fogják keresni. Az elmúlt években egyébként folyamatosan emelkedett az egyfőre jutó éves átlagos mézfogyasztás idehaza, míg 2010-ben egy ember átlagosan 30 dekagram, addig tavaly már közel 1 kg mézet fogyasztott.